Lajta Gábort üdvözlöm, aki a beszélgetésünk főszereplője, festőművész és a Művészeti Akadémia tagja, és Sinkó István, aki szintén festőművész, és Lajta Gábor a egyetemben művészeti író is, így tehát remélem, hogy most a beszélgetés ennyivel is érdekesebb lesz, hiszen ketten, négy nézőpontból fogják megvitatni Gábor munkásságát. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Na, arra gondoltam, nem tudom, hogy ez neked megfelel-e, hogyha úgy kezdenénk, hogy én itt mondok néhány általam fontosnak vélt életrajzi adatot, és egyik-másikra belekérdeznék így az elején, hogy ez hogy is volt csak. Az a megkerülhetetlen tény, hogy 1955-ben születtél, rá tulajdonképpen egy 10 évre, a 72 körül kezdtél el igazából a képzőművészettel foglalkozni. Orvos András festőművész volt az első olyan profi alkotó, aki látta a te zsengéidet. Édesanyám együtt tanított vele általános iskolába is, mivel ő volt az egyetlen fölelhető képzőművész, hozzáfordult, és olyasmivel, hogy mivel kell festeni, vagy mit érdemes vásárolni, és ő eligazított bennünket, és mikor aztán látta az első próbálkozásaimat, akkor elvitt a Törökpál utcába egy rajzszakkörbe, és belökött oda, és onnantól kezdve rajzolni kezdve. Ez lett volna a pedagógus képzőművészeti szakkör, ugye? Igen. Ahol a Littkei György és Sárkány Loránd, majd később Fischer Ernő volt, aki irányított téged. És tulajdonképpen ez az időszak akkor a számodra már egy eldöntött tényé tette azt, hogy te képzőművészettel fogsz foglalkozni? Az első pillanattól kezdve eldőlt olyan viharos hirtelenséggel. Igen, ez a viharos hirtelenség aztán 1976-ban besodort az ELTE állam és ők tudományi karára. Ez mégiscsak azért egy kanyart jelentett, azt gondolom, a te művészeti pályádon. Az utóbbi időben jöttem rá, hogy alapvetően Cézannak köszönhető, Paul Cézannak, akinek az életrajzát olvastam akkoriban, és tudtam, hogy jogot végzett. És mivel a szüleim azt szerették volna, hogyha egy rendes egyetemet elvégzek, és aztán csinálhatok, amit akarok, így Cézanne nyomán a jog tűnt a legcélra vezetőbbnek. De hát hiszen ez alatt azért te már bőven foglalkoztál elméleti kérdésekkel is a művészeti életben, a művészettörténettel kapcsolatban, ugye Barcsaitól Durai Tiborig írod itt, és Kókas Ignácig, Borsos Miklósig, mindenkit megkerestél, beszélgettél, az egyetemi lapokban írtam, ugye? Igen, az egyetemi lapokban írtam, rajzoltam, és akkor valóban személyesen felkerestem idősebb mestereket, mint Barcsait, Borsost, másokat. És aztán bejött még ennek az időszaknak a határán szélén az amatőr filmezés. Ez úgy történt, hogy közben én tudtam, hogy a festészet a lényeg, és azt fogom folytatni, de azt is tudtam, hogy ez egy olyan intermezzo, amin végig kell, hogy menjek valami miatt. Úgy néztem a moziban a filmeket, hogy csinálják, tehát már félig szakmai szempontból, és egy filmkritika pályázat egyik nyerteseként a Filmvilág folyóiratnál dolgozni kezdtem. Képszerkesztőként. Meglehetősen hosszú ideig, 90-ig. Igen. Tulajdonképpen akkor mégis te festőművész vagy, jogász vagy, művészetíró és újságíró. Közben elvégeztem az újságíró iskolát, a kép- és tördelőszerkesztői szakot, azt oda még a Filmvilágtól küldtek, és így aztán tervezőszerkesztő is lettem. Meg alkalmazott grafikus is egy ideig, amíg nem kanyarodtam erősebben vissza a festészethez. 87-től pedig hát volt egy nagyon fontos esemény a te életedben, egy év a Bécsi Ange Bendete Kunst Akadémin, az Iparművészeti Főiskolán. Iparművészeti Főiskola valóban. Ez mennyire volt meghatározó a későbbi művészeti fejlődésedben? Ez egyrészt egy nyugati élmény is volt, annak minden kulturális hatásával együtt. Másrészt pedig megismerkedtem kortárs fiatal osztrák képzőművészekkel, Gunther Dámissal, Herbert Brandtal, Otto Zitkóval, találkoztam Arnulf Reinerrel, többekkel. Ő elég nagy hatással is volt abban az időben, igen, a munkáidban majd látni fogunk. Szóval itt sok szempontból, egyrészt bejártam például az Albertinában,
a könyvtárba, ahol eredeti Dürer, Rembrandt, Michelangelo rajzokat hoztak ki. Sokat rajzoltam az iparművészeti főiskolán is. Igyekeztem tanulni is, és belemerülni, amennyire lehetett megismerni a kortárs osztrák képzőművészetet. És sok szempontból hatott úgy is, hogy előtte még itt Budapesten geometrikus képeket festettem. És az intenzív osztrák expresszív hatásokra, például az Arnulf Reiner is ilyen, utána ez alapvetően megváltozott. Már ott kint kezdtem ilyen nagyon heves dolgokat rajzolni. Mikor az Arnulf Reinernek mutattam reprodukción ezeket a képeket, akkor azt mondta, hogy na hát maga egy neo-geo, akkor csinálja ezt, egyszerűsítse tovább. Én mondtam, hogy elég egyszerűnek látszik már ez így is, meg hogy szeretnék mást is csinálni. Hát igen, lehetett volna azon a nyomon is tovább menni, de akkor ez az elementáris hatás, ez másfele sodort. És aztán a 90-es évek meghatározó élménye volt számodra a Csernus Tiborral való találkozás. Nem mondtuk, mert a 90-es évek elején tulajdonképpen, de addigra már valójában egy eléggé komoly barátságot, vagyis jó ismeretséget mondhattál magadénak Molnár Sándorral is, de hogy a Csernussal való találkozás, így ezzel a két mesterrel való találkozás feltehetőleg mind a mai napig tartó életműnek sarkalatos pontjaja. Igen, ez egyfajta kettősség is, két erőteljes hatás. Molnárral korábban kerestem a kapcsolatot, 86 körül, aztán különböző okok miatt 90-91 táján találkoztunk ismét, és onnantól kezdve máig folyamatos ez a kapcsolat. Csernus Tiborral pedig 96 nyarán találkoztam, és a halál előtti 11 évben ez egy folyamatos, mondhatni, baráti kapcsolat volt. Párizsban többször meglátogattam, volt olyankor az egymást követő napokon többször is, mondjuk oda mentem délután 5 óra körül, és akkor éjfélig beszélgettünk, és amúgy meg telefonon. Két nagyon különböző, egy absztrakt mester és egy figurális, egymástól tulajdonképpen nagyon távol eső, de hát úgy látszik, mindenkinek megvan a sorsa, nekem ez így alakult. Egy munkát mindenképpen most meg kell említenünk, ugye ez a 2013-14-ben elkészült és Dombóváron felállított Emmauszi vacsora kép. Ez egy meghatározó, az életpályának egy fontos része. Valószínűleg ez számodra is egy túl a kihíváson, hogy egy szakrális közegbe kerüljön egy műved. Magát a témát is alapvetően izgalmasnak gondolhattad, felteszem. Mondhatjuk erre, hogy több, mint festészet. Én is így éltem meg. Egy oltárképet festeni az nem olyan, mint nekiállni a következő szokott munkának. Ez egy különlegesen szép és érdekes téma, az Emmauszi vacsora. Egy számomra fontos festészeti alapkérdést is érint. Azt tudni illik, hogy mi az, amit látunk, és látjuk-e azt, amit látunk. És az, amit látunk, az lehet, hogy a legvalóságosabbnak tűnik, mégse az. Tehát egy nem csak szakrális téma, hanem a festészet teológikus témája is ez. És másrészt pedig a mesterségnek egy olyan kihívása, a méretet, a bizonyos értelemben az elődökkel való megküzdését ennek a témának, mondjuk csak egy általad annyira szeretett mesternek, Rembrandtnak az Emmaus vacsorájának a felidézése nyomán egy új képet festeni, erről felteszem, ez is egy nagy kihívás. Most már egyre többet gondolkodom azon, hogy most hogyan festeném meg. Most valószínű már másként, de akkor talán elfogódottabban is nyúltam ehhez. Megtudva azt, hogy egy konkrét
helyre, és ráadásul centiméterre behatárolt helyre, mert megvolt, majdnem 100 év óta megvolt az a oltár fülke nyílása, ahova kerül. Tehát bizonyos fokig ez egy alkalmazott, sőt, hát egész konkrétan alkalmazott feladat is volt, és igyekeztem ennek megfelelni. Mennyire vagy te elméleti ember? Ez fontos és érdekes kérdés, mert biztos van bennem egy olyan rész, ami elméleti. Tehát egy gondolkodó, ami ugye a lelki alkathoz hozzátartozik. De azt is tudom, hogy első síkon nem. Ha az ember a gyerekkorára visszaemlékszik, akkor tudja, hogy akkor milyen volt az a kevesebbet beszélő, magába mélyedő, elvonuló, egyáltalán nem kifele forduló, nem kifele gondolkodó. Ez később jött egy bizonyos szocializációval együtt, talán a szerkesztőségbe eltöltött évek is, ahol ugye elkezdtem írni, és valóban nagyon sokat írtam. Hát csak a filmvilágban, nem is tudom, 70 cikket, 100, nem tudom mennyit, és utána is, tehát több száz írás, biztos pár kötetet meg is töltenének. Vannak hosszabbak is. De én nem vagyok mégse elméleti ember, mert ahogy az egész kezdődött, ugye, bár művészetről írtam már az egyetemi lapokban, de a filmkritika írás és a művészetről való írás is mindig azt jelentette, hogy csak arról gondolkodtam és írtam, ami egyébként érdekelt. Tehát nem is emlékszem olyanra, hogy feladatként talált volna meg valami. Csernus Tiborról is sokat, mert az egy eleve nem foglalkoztató kérdés volt, és nem azt mondom, hogy ezek ürügyet jelentettek, de mégis alkalmat arra, hogy olyasmit próbáljak tisztázni, ami egyébként is foglalkoztat, hogy egy kicsit előbbre jussak. Tehát ez egy kettős dolog. Van egy másik része is viszont, hogy festők azért időnként írtak. Csak ez most veszélyes fölhozni, mert nem magamat hasonlítom hozzájuk, csak a példa kedvéért. Hogyha arra gondolunk, hogy Leonardo, Dürer, Delacroix, Van Gogh, Cézanne a leveleiben, Kandinsky, Klee, akiknek roppant fontos alapvető írásaik születtek. Tehát, és valaha a művészettörténetet is művészek írták. Tehát ugye Vasari volt az első, azért ő is festő volt. Úgyhogy, és én mindig szerettem művészek írásait olvasni, nem ezért kezdtem magam is írni. Tulajdonképpen még annyit az életrajzhoz, hogy előbb írtam verset, mint festettem, 2-3 évvel megelőzte. Aztán a versírás abban maradt. Tehát ebbe volt egy bizonyos párhuzamosság. Az embernek lehet ilyen-olyan vénája is. Ez se feltétlenül előny, mert én bizonyos fokig mindig nyűgnek éreztem az írást. Mert időben nagyon sokat vett el a festészettől. Számomra a te egész életművednek egy sarkalatos pontja ez a fény. Te hogyan látod ennek a mondjuk az első időszaknak ezeket a fénynyel kapcsolatos mondjuk hogy kísérleteit, vagy próbálkozásait, vagy a saját magadnak kitűzött fényfeladatokat? Mikor ezeket a képeket festettem, egyáltalán nem gondoltam a fényre elméleti alapon. Az egész úgy kezdődött, ahogy Kassák Lajos kezdi valamelyik regényét, talán az Angyalföldet, ha jól emlékszem, az ajtó kinyílott. Éjszaka a folyosóra nyíló szobánk ajtaja résnyire nyitva volt, és én kint voltam az előszobába, a sötét előszobába, és abból a résből kijött egy fénycsík, és fölment a falon. Tehát egy pofon egyszerű, elementáris és élményből indult ez el. Ezért ezek nem is absztrakt képek számomra, geometrizált, naturális képek tulajdonképpen. Az, hogy már az a másik kép, amiből egy-kettő készült,
a fehér fény a fehérben. Őszintén szólva, Malevichnek a fehér fehérben képeit is kicsit később láttam. Ez nem erény, de így alakult. Tehát Malevichre se gondoltam. Ez még mindig ugyanaz, annak az abszurditásig való vitele. Ugye ilyen nincsen, hogy fehér fény sugár a fehérben. Na most, ami a fény mint szubsztrátum jelentőségét illeti, azt hiszem, hogy a legalábbis ami engem illet, a fény, a fény felhasználása a festészetben attól függ, hogy az emberbe belül mennyi fény van. Tehát ezzel én külön nem foglalkoztam, amennyire egyébként színtannal lehet foglalkozni, bár a szín is a belső állapottól függ, mennyire vagyok színes, és mikor a szürke aktos képeket festettem, akkor biztos vagy ilyen képeket, egy lefokozottabb, szürkébb állapotban voltam. Tehát egy olyan állapotban, mint amiben Turner került a teljes fényel elárasztott képein, hát ahhoz sok kell. Ahhoz én oda nem jutottam el, ez biztos. De nem is hiszem, hogy ezt nagyon lehet siettetni. Elképzelhető, hogy nem árt a gyakorlás, vagy akár egy bizonyos erőltetés is, de vigyázni kell azzal, hogy az ember ne csináljon olyat, amihez nem érett meg még belül. Tehát az egész festészet, ez a menetelés, az életbe való menetelés előre, halálig tartó menetelés, ez nem csak a festészetről szól, hanem, sőt nem elsősorban arról, hanem önmagunkról szól. Ezt akkor még nem tudtam. Hát mikor az ember elkezd festeni, akkor képeket akar, ilyen-olyan képeket elődökhöz hasonlítani, ehhez, ahhoz megfelelni, ennek, annak, azt hiszi, hogy ennek valamilyen társadalmi szerepe lesz, egy kiállítást csináljon meg, hasonló. De nem erről szól. Arról szól, hogy én megértek-e valamit abból, hogy mi ez az egész. Ugye, amit Gauguin felírta a kép címéül, hogy honnan jöttünk, mik vagyunk és hová megyünk. Na most a fény és a szín is ilyen. Hol tartok? A kép elárulja. A fényhez való viszony az olyan, hogy ezt nem árt, ha az ember tisztázza, de csinálhatja teljesen ösztönösen is. Tehát ha árnyékot festünk, akkor nyilván csak azért tudunk árnyékot festeni, mert van egy fényforrás. De hogy az milyen? És hogy mennyire különbözik a Rembrandti fényforrás a Caravaggio-tól, ami pedig nem olyan távoli, mint mondjuk egy Monet-i fényforrás, az mutatja, hogy milyen nagy különbség van a fény, ahogy mondtad, a lelki természete szerint. A Rembrandt fénye az sokkal lelkibb, az belülről jövő teljesen. Caravaggio hidegebb, keményebb, pofonvág. Ez egy teljesen naturális kép volt. Egy portré. Fischer Ernő képzőművészeti körébe jártunk akkoriba, és ő még ezeket látta, és kicsit ingatta a fejét időnként. Tehát ez egy naturalista képből jutott el ebbe a redukcióba. Aminek megvolt az oka, tulajdonképpen ez egyfajta kudarc, valószínű csak én látom, hogy ez mit jelent. Megpróbáltam arra redukálni a képet, ami mondjuk egy portré alanyt nézve utána megmaradt bennem. Tehát tulajdonképpen egy emlékképet, vagy egy belső képet, egy agyi képet. Amit akkor látok, ha már nem nézek oda. Ilyen kísérleteket tettem, az utcákon rajzolgattam állandóan, úgyhogy megnéztem valamit, és utána vagy pár másodperc múlva, vagy egy óra múlva, vagy egy nap múlva, csak azt rögzíteni, amire emlékszem. Akkor ez hajtott. Ebben az időszakban már te egy idézőjelbe vett szociológiai kutatásban is voltál. A téma valóban az utcán hevert, vagy ha úgy tetszik, a pincékben, meg a kocsmákban, amelyeket te nem feltétlenül alkoholizálási célokból látogattál, hanem motivum keresésre. Itt van a Cézanne motivum, csak számodra nem a tájban, vagy a Mont Saint-Victoire csúcsaiban és hajlataiban, hanem ezekben az éjszakai jelenetekben bukkantak elő. Mi érdekelt ebben a világban? Az első kép az a Te ivó című, az konkrétan a,
Asztória közelében a Rákóczi úton volt egy tejbár, és ahogy azelőtt elmentem, bepillantottam. Az is egy ilyen bepillantás. Tehát egy pillanat. Nem szociográfia vagy szociológia érdekel, soha ilyesmire nem gondoltam később a koncertek során se, hogy föltérképezek bármilyen társadalmi jelenséget. Egy eszembe se jutott. Kizárólag az érdekelt, hogy mit látok. Engem a mozgás nagyon érdekelt. Tehát az, hogy emlékszem, lerajzoltam valakit, az is ilyen utóképszerűen, aki elment mellettem. És ráírtam a rajzra, hogy megnyúlik, aki elmegy. Tehát, hogy elment mellettem, úgy érzékeltem, hogy megnyúlt. Na most volt olyan, hogy valakire csak egyetlen szemgolyó, valakiből egyetlen szemgolyó maradt meg. Tehát ezek nem események, hanem a látás. Tehát a látás az dinamikus. És most még csak a látvány mozgásáról beszélek, de mi van az én mozgásommal? Én is mozgok, eleve két szemem van, a fejem is mozog, jövök, megyek. Számtalan, tehát amit Georg Simmel ír a Rembrandtban, az a bizonyos élet, az ez. És ami a másik pólus, mert ugye most egészen végletekig sematizálva mondhatnánk, ez az immeri alaptétel annyit jelent, hogy kétféle művész van, az egyik a formából indul ki, és onnan indul el, onnan érkezik az élethez, a másik az életből a formáig. Raffaello a formából kiindulva jut el egy kép által ábrázolt élet szeletig, Rembrandt pedig az életből indul ki. Később én egy cikkbe éppen fölállítottam egy ilyen ellentétpárt egy Kokoska kiállítás kapcsán. Kokoska és Picasso. Picasso a formából indul ki, Kokoska az életből. Tehát ez az élet természetéhez tartozik, és akkor én ezt próbáltam pár évig megoldani ezekkel az elővetített képekkel, de nem sikerült. Szóval csak töredékesen, kudarc volt, és lassan kezdtem reálisabb képeket festeni. Ennek olyan. Egy kulcsképe ez a 94-es reggel délben este. A forma és az élet szubstanciája próbálkozik itt megjelenni valamilyen szinten lélek formájában. Azért ezek átlélelkesített figurák. Tehát itt a szimbolikus reggel, délben, este során azért én legalábbis úgy érzékelem, hogy jóval tovább lép ez annál, mint hogy egyszerűen egy formakeresés és elegáns figuratív festészet, vagy akár egy történetelmesélés, mert hiszen azért annyira ebben a történetnek inkább csak a fragmentumait látjuk. Tehát inkább mégiscsak azt gondolom, hogy egy szubstanciális kísérlet ez, vagy próbálkozás ez. Azt mondtad, hogy fontos kép, de a maga rengeteg hibájával és tökéletlenségével együtt fontos számomra. Valóban. Olyan jellemzői vannak, amelyek most is fontosak, például bizonyos áttetszőségek. Tehát ott az első figurán például átsejlik a háttér, aztán bizonyos torzítások, a színbeli túlzások, de rengeteg ellentmondást visel magán. Ez egy átmeneti kép, tehát a korábbi expresszívebb dolgok és a jóval reálisabb a közti átmenet, és hát valójában a léleknek, a szubstanciának sokkal tisztábban kellene megmutatkoznia. Csak hogy. Akkor muszáj elmondani, megpróbálom egészen röviden, hogy ezzel az a gond, hogy már azzal, hogy az ember egy lelki tényezőt ábrázoljon, hogy ez csak a 20. században merül föl így. Egészen a 19. század közepéig a test-lélek-szellem hármasság az nem vált külön. Tehát egy Rubens képből nem tudott kivenni a lelket, vagy egy Leonardo képből, vagy Rembrandt, és kivenni a természetet, vagy a szellemet, mert ott együtt van, de olyan tökéletesen együtt, hogy egy atomot se tudsz kivenni belőle. És amikor a lételméleti filozófiák és a vallás, mint lételmélet
kezdett háttérbe szorulni a 19. század végétől. És a 20. században ez a hármassága, test, szellem, lélek teljesen szétesett expresszivitásra, naturalizmusra és geometrikus művészetre, attól kezdve valóban külön lehet erről beszélni. És az expresszionizmusban a lélek kipreparálva jelenik meg, viszont neki ki kell dobni a natúrát. A naturalistáknak meg ki kell dobni ezt a korlátlan és lélek kifejezést. A geometrikusoknak meg a természetet kell kidobni. Mondrian ugye háttal ült le a kertnek, mikor vacsorázott, nehogy látni kelljen még a természetet közben. Tehát a dolog nagyon nehéz, mert, és ez egészen Pollockig, meg a Hard Edge-ig megy el, hogy ezt a szakbarbarizmust a végsőkig viszik, és nem akad senki úgy szólván, aki ezt megpróbálna egyesíteni. Ez a nagy probléma ezzel. Mindenesetre te azért tettél egy kísérletet, hogy egy ha nem is mondanám, hogy kemény irányváltással, de mondjuk a 90-es évek végére, a 2000-es évek elejére egy a Zeitgeisttől, a korszellemtől abban az időben némileg eltérő módon, és nyilván a Csernus Tiborral való találkozások ebben csak megerősíthettek, a formára és életre, hogy a szimmeli gondolatot tovább folytassuk, bontható egységből az élet irányába a forma megkeresésével indítsd el az új képi világodat, amelyeknek az első fontos stádiuma volt ez az aktsorozat, amely részint a Szinnyei Szalomban, részint Párizsban is megjelent ugye kiállítás formájában. Ennek mi volt a célja, ennek a nagyon beszűkített témakörnek? Ugye hát ahhoz képest, hogy ugye az előbbi képeken itt látunk akciókat, meg mindenféle eseményeket, itt is van mozgás, itt is vannak szituációk, de azért ez egy sokkal inkább műtermi jellegű szellemi tevékenység. Persze, valamilyen módon mindig minden visszatér, csak talán spirálisan, úgyhogy egy másik szinten, de egy jelen visszatér. Egy dobogót állítottam fel a műterembe, és azon foglalt helyet a modell. Ennyi volt praktikusan a folyamat. De hogy mi volt a célja? Ez egy redukció volt valójában, én úgy érzem, nem? Hát azért ott van az emberi figura is, ahogy Arnold Freiner mondta, ha tovább redukáltam volna azokat a geometrikus képeket, akkor nem itt tartottam volna, hanem esetleg valami tiszta fekete képet. De hát azt már Ad Reinhard is megfestette. Tehát persze redukció volt, főleg azokhoz az utcai képekhez képest. És ennek se elsősorban célja volt, hanem oka, hogy nem a folyamatos kudarcok, hogy nem sikerült teljesen, tehát nem találtam még meg a formát azokon az expresszív emlékképeken keresztül, és ezért egyfajta kapaszkodó volt ez. Az ember a legelőször is a látványba kapaszkodik, mint a natúrába, mert az ott van a szeme előtt, és ellenőrizhető, van egy támpont. Tehát vissza kellett szerezni egy bizonyos visszaszerezni. Hát igen, talán visszaszerezni, mert akkoriban a figuratív festészet ez most már nem olyan egyértelmű, de akkor nem volt a toppon. Hát nem, mit tudjuk. Volt egy körülbelül 90-es évek közepétől kezdve a 2000-es évek elejéig, volt egy kis körünk, egy ilyen kávéházi kör, amit Sixtus Kápolna nevű Nagy Diófa utcai kávéházba tartottunk. Jovián György, Vései Gábor, Elekes Károly és mások társaságában, hetente, minden szerdán, és ott úgy megvitattuk a dolgokat többé-kevésbé, és talán valamelyest hatottunk is egymásra, de hamar kiderült azért az, hogy mindenki a saját útját járja.
Tehát bennem, mivel sok kerülővel tanultam művészeti iskolákon, és csak hézagosan, mindig volt egy ilyen igény, hogy tanuljak, próbáljak mindent bepótolni, amit lehet. Tehát volt egy ilyen utopisztikus elképzelésem, hogy talán tudunk segíteni egymásnak, talán lesz esetleg valami olyan közös cél vagy téma is, persze bennem nem titkolt elképzeléssel, az olyasmi volt, hogy talán az a figuratív festészet lesz, és mégpedig talán olyasmi, ami nekem fontos vagy tetszik, és azért ebben a körben voltak bizonyos közös nevezők, de azért rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy mindenkinek csak a saját útja az, ami számára adatot, mégpedig nekem ez annyira kiélezetten ez a bizonyos kérdés volt, ami az Immel óta fogva tartott, hogy, és ez egy annyira megoldhatatlan, és annyira, hogy mondjam, tulajdonképpen bizonyos sokig őrült dolog. Azért őrült és megoldhatatlan, és ilyen késpengényi, vagy borotvapenge szélességű út, most ezzel nem heroizálni akarom, csak inkább mentegetőzöm. Mert, hogy még egyszer mondjuk ki, hogy itt a forma és az élet határmesdjéről van szó. És ezt fordítsuk le, hogy mit jelent ez konkrétan, mert ez talán még nem hangzott el. Ez azt jelenti, hogy egy képen a látható valóságnak, hát távolabbi célként a valóságnak kell megjelenni, de ugyanakkor festészetként, teljes egészében festészetként, tehát formaként. Na most, én ezt csak utólag tudtam rekonstruálni, hogy kezdettől fogva, mikor 70-es évek elején egyáltalán ecsetet vettem a kezembe a kiállításokon, az egyfajta hiánnyal szembesültem, hogy nincs az, amit én, nem találom azt, amit én szeretek, holott nagyszerű dolgokat látok. De mit nem találtam? Festékkel festett képeket láttam, amin jó, rosszul, ábrázolva néha irigylésre méltó, könnyed stílusokba, ilyen stílus, olyan stílus, hát tudjuk, hogy stílus kavalkád van már a 20. század elejétől kezdve. És észrevettem, hogy ez nem felel meg annak, amit, ahogy én látom a dolgokat, ahogy például egy váróteremben lerajzoltam egy vonallal egy figurát, és láttam, hogy a szakkörökbe firkálni szoktak. És nagyon sokáig tartott, míg megtanultam én is egy kicsit firkálni, ami egy szép dolog, csak éppen a firkálás az művészies. És nekem az a határmesdje tetszett, ami a művészies és a valóság között van, ami egy nagyon keskeny senki földje. Ez a 90-es évek végig, 2000-es évek elejé műtermi modellek utáni festés átfordult azután újra, szinte számomra, mint hogyha vissza akartál volna térni az utcára, de nem az utcára, hanem a koncertek, a Sziget Fesztivál, a különböző nagy tömegrendezvényeknek a helyszínére. Majd újra intimebb témákat választottál. Ezt egy fejlődési szakasznak élted meg, tudatos fejlődési szakasznak élted meg, vagy logikusan következett abból, ami a műteremben már nem foglalkoztatott eléggé, tehát hogy ki akartál szakadni? Nem tudom. Ennek megint talán olyan okai vannak, hogy a művészetben nem sok téma van. Csendélet, akt, portré, figurális kompozíció. Ezek figurális kompozíciók. Hol itt vannak, hol amott vannak. Amúgy nincs nagy jelentőségük. Nem is tudnám megmondani, hogy hol az emberi test, hol pedig egy, akár egy diszkó jelenet, vagy akármi. Ez persze más, mert ez már a Salome sorozat. Ez a Salome sorozat, ez különben egy kutatási folyamatnak volt bizonyos értelemben a része, amennyire én emlékszem erre. Ami kutatásnak tűnhet, vagy tudatosságnak, az a valóságban sokszor sokkal triviálisabb. Ugyanúgy, mint az ajtón bejövő fény, a Salome Keresztelő Szent János sorozat
elindítója az volt, hogy beteg voltam egyszer, súlyosan lázas, és kimentem éjjel, és a sötétbe elestem a köves folyosón, és annyira megütöttem magam, hogy a nyakam pár hónapig hát nagyon megrándult, kibicsaklott, és a fej test kapcsolat megszűtésétől, a fej elválasztásától való félelem, hát ilyen, lehet, hogy ilyeneket nem kéne elmondani, de azért érdemes tudni, hogy ilyenekből indulhat ki valami. És egyébként a sorozatban legalább annyira inspirált a Richard Strauss, Oscar Wilde féle Salome, mint a bibliai történet. Izgat engem még ez a probléma, amit te elég sokszor felvetettél a szakkörben is, a művészeti fejlődés kérdése. Hogy fejlődik az ember? Hogy halad előre? Mi az, ami inspirálja? Látjuk, hogy vannak történetei az embernek az életéből. Elesik, kimegy a folyosóra, a sötét fény, folyosón fényt lát. Kimegy a folyosóra, már megint erre elesik. És mindig a folyosón. Jön a Salomé. Tehát, de hát azért ezt nem mondanánk a művészeti fejlődés kulcs momentumának. Van egy belső... Jean Ryernek a szimbolista kiáltványából próbálnék egy-két mondatot, de ez nagyon érdekes, ott most találtam útközben. A művészeti fejlődés két szintézis közt egy analízis. Szintézisen egy többé-kevésbé tudatos csoportosulást értünk, analízisen az erre következő elkülönüléseket. A művek az analízis szakaszában születnek meg, de előkészítésük a szintézis keretein belül történik, és az egyénisítés időszakának végére a művészet kezdi elveszíteni erejét, csak egy másik szintézis révén képes megújulni. Nagyon érdekes volt számomra, hogy én egy pici kapcsolódási pontot érzek a te haladási irányodban. Ez annyiban tényleg így van, hogy én nagyon irigylem azokat a festőket, akik egy folyamatos vonalon, lehetőleg emelkedő vonalon haladnak, aminek az ára sokszor az, hogy az elején kitalálnak valamit, vagy jobb esetben rátalálnak valamire, és azt ismétlik, jobb esetben bővítik egyre magasabb szinten. Nálam másról van szó, ha lehet egyáltalán fejlődésnek nevezni, hát azért azt remélem, mert az ember tapasztalatai nőnek. Ez az egyenes vonalhoz képest egy spirális folyamat. Vagyis állandóan eltérek egy másik irányba, és fölülről nézve viszont mindig visszatérek a középpont felé, és oldalról nézve pedig jó esetben azért ez egy emelkedő spirális. Azért mutogatom itt neked ezt a két képet itt most folyamatosan, mert gyakorlatilag itt vagyunk a 2000-es évek, 2010, ez a Forrás Galériában voltak kiállítva ezek a képek. Ha nagyon ki akarnék vágni az életrajzból egy momentumot, akkor azt mondanám, hogy itt találkozik leginkább azokon a geometrikus képeken kívül, minket az elején láttunk, a te gondolkodás, festői gondolkodásmódod a Molnár Sándoréval. Ugye? Nem ábrázolunk már, vagy hát nagyon minimálisan jelenik meg bármi is, ami történés, vagy ami figura, leginkább a felületek izgalmasak, a fények izgalmasak, ennél az esetnél számomra például rendkívül vonzó ez a fény struktúra, strukturális az egész, és közben meg van benne egy rétegződés. Kvázi visszatérés, de közben egy előrelépés egy más irányba. A festői nyelvnek egy új korszaka, amelyik nálad megjelenik. Legalábbis én ezt így érzékelem, ezeket a munkáidat. Itt a szín is fontos. Tehát ez az egész sorozat nagyon színes. Igen. És ugye ehhez a spirális úthoz hozzátartozik az is, hogy nálam a fényárnyék és a tiszta színek használata, ez időnként váltakozik. Persze, ha már szintézisről van szó, az ideális az lenne, hogyha a kettő teljesen össze tudna találkozni. De ez a legnehezebb feladatok egyike. Nem is tudom, hogy alig van rá remény, hogy ez sikerüljen. Itt például ennél a kis vázlatnál a fényárnyék az erősebb, jobban dominál, és így a fényárnyékban a tónusok dominálnak inkább.
De ezeknél, ugye ez is még a 2010-es sorozat, itt a szín és a faktúra jobban dominál. Úgyhogy... Amelyet különben ezekben az későbbi zebegényi képekben nagyon érdekes módon ötvözted, ahol az avar megjelenik. Ugye itt van egy, hát mondhatni, hogy egy mennyánszki hangulatú kép. Itt a felületeknek egy olyan izgalma van a képen belül, amely szinte el is nyomja ennek az önarcképnek, ennek a figurának, ennek a, akár, mint hogyha Cézanne sétálgatna, erről beszéltünk is, sőt, hát meg is festette Cézannet ott a zebegényi erdőben. Itt találkozik, megint csak találkozik ez a dolog azokkal a figuratív képekkel, amelyek megelőzték a korábbiakban. Egy új szinten, egy másik szintet lépett át. Talán ez épp 2013-ban van. 2011-ben voltam Párizsban, főleg egy nagy Manet kiállítás miatt. De ugyanakkor volt egy valamivel kisebb Rembrandt kiállítás is, sőt, még egy Odillon Redon kiállítás is. És ugye Manet elsősorban tónusfestő, Odillon Redon színfestő, Rembrandt fényárnyékfestő, és volt még egy Lucas Cranach kiállítás is egyszerre. Ő pedig rajzos, vonalos. Most azt hittem mind az idáig, hogy ezek a művészet különböző eszközei, és ezek különböző karakterű művészek, ami így is van egyébként. Csak intenzíven végignézve ezeket a kiállításokat, kiderült számomra, hogy mindegyikben benne van a másik. Odillon Redon színeibe benne van a tónus, Lucas Cranach vonalai mögött a szín, Rembrandt fényárnyéke mögött a szín, csak a reprodukcióban nem jön mindig ki, és így tovább. És Manet tónusaiba pedig szintén a szín, nem is akárhogyan. És a legjobb képeiken ez szervesen együtt van, csak az a döntő, hogy melyik van az első síkban. Tehát a Manet legjobb képei a tónusos képek. Nem amikor impressionizmussal kísérletezett, és nem is a korai akadémikusabb képei, hanem azok a gyönyörű a reggeli a műterembe, vagy a balkon, vagy a Folies Bergère bárja, ahol a tónus és a szín, és csak eredetibe lehet ezt látni. Volt szerencsém egy-két ilyen Münchenben vagy Londonban látni ezeket a képeket, mert 4-5 ilyen Manet kép van, ami megszólal. A színes tónus az megszólal. Na most... Az van az első síkban. Tehát ez a kínzó kettősség, amivel én mindig kínlódtam, és akkor most színt használjuk, vagy fényárny, ez olyan szempontból megszűnt, hogy nem kell ezen gondolkodni, hanem egyesíteni kell, és ezekben a szerény kis tájképekben, én alapvetően nem vagyok tájképfestő, ezekben megpróbáltam valóban tudatosan a tónusba beleoltani a színt. És ettől talán egy kicsit színesebb lett a tónus, és ezt te most itt észrevette. Térünk még az Emmausra újra egy picit, már csak azért is, mert én nem érzem fordulópontnak a te festészetedben, hanem, mint arról már az előbb itt szót ejtettünk, egy kihívásnak. De mégiscsak vannak benne olyan elgondolkodtató a te egész életművedben megjelenő feladatok, magad számára kirót feladatok, mint ahogy most itt elmondtad, a szín és a tónus, a vonalnak, és tehát a rajzosságnak és a fénynek a megjelenítetése. Itt egyszerre kellene ezeknek, vagy kell ezeknek megjelenni, hiszen ez a szakrális téma önmagában véve, maga ez a jelenete a Bibliának annyira sokrétű, hogy ebbe itt szinte minden megvan, hiszen a felismerhető Krisztus, aki akkor felismerhető, amikor már eltűnik, ez a hétköznapi paraszti jelenet, hogy bemegyünk egy szállásra, és ott megkínálnak kenyérrel, és vendégül látnak. A beszélgetés intellektuális része, ahol emberek egymásra figyelnek, és érdeklődéssel vannak egymás iránt. Ezek tulajdonképpen ilyen a történésnek, a formának, az életnek, a léleknek minden egyes mozzanatát egymás mellé vetítve jelenítik meg ebben az egy képben. Hát, ha így van, az jó. Nem csak azt gondolnám, hanem azt kérdezném is, hogy vajon ebben volt-e számodra például
ilyen értelemben festői probléma túl azon, hogy most egy kezet, vagy egy arcot, vagy egy vállat hogyan kell megfesteni? Csak ilyenek voltak. Elsősorban valóban a fényről szól. Egyrészt egy külső fényről, egy részben alkonyi, részben meghatározhatatlan fényről, és a Jézus alakból jövő fény, ha nem is Rembrandti módon, de mégis a fehér, erről volt külön kép is, a fehér ruhán megjelenő fény, amivel itt az nem jön ki talán annyira, mint eredetibe, azon nagyon sokat dolgoztam, az jelentette a fénnyel és a színnel való foglalkozásnak egy szubtilisebb módját. Az különleges, önmagában különleges élmény volt. Főleg a műterem sötétjébe adott esetben, mikor éjszaka fölmentem, egy kicsit víziószerű volt ez egész. Tehát ez azért mondtam az elején, hogy több mint festészet, ez számomra is egy különleges foglalatosság volt. Ezzel együtt most is eszembe jut, hogy lehetne máshogy megcsinálni. És aztán megjelenik az életműnek legutóbbi időszakában egy furcsa sorozat, ami számomra azért is izgalmas, mert hát ha van valami, ami nagyon eltér ettől a világtól, ettől az Emmaustól és ettől a szakrális világtól, akkor ez az Oroszlán nyelve című képsorozatod. De amely... a koncertektől nem feltétlenül. Attól nem, de ettől a képtől attól. Igen, de ezek egymástól időben nem voltak nagyon távol. Ott egy Jézus kép a falon, amit nem az én fantáziám tett oda. De most ne feledd a szavat, csak azért vágok, mert itt valóban fölmerül az, amit mondtál. Ez az anti-Emmaus különben. Szociografikus megközelítés, mert ez egy valódi történet. Igen. És utána néztem, hogy az a Portside nevű hely, ahonnan most kijönnek, és ahol az előbb jelen zajlott, ami már megszűnt akkor, amikor én festettem, de még idejébe utána néztem, abban valóban volt a falon egy Jézus kép. Tehát annak a nyomán került oda. Az Emmaus ezzel a sorozattal azt köti össze, hogy itt van az a véletlenszerű minden megtörténhet esemény. Az egyikben ez a szakrális pillanat, hogy váratlanul ennek a két derék tanítványnak Jézus lesz a társa ott a vacsora asztalnál, holott azt hitték, hogy csak egy ember. Itt pedig egy élethelyzet fordul át, egy teljesen normális esti szórakozásból hirtelen máig, hát tudjuk, de mégiscsak máig bizonytalan haláleseté. És hogy talán ez a két téma ilyen értelemben tudattalanul benned is felmerülhetett, hogy ez a váratlanság, vagy ez a meghökkent. Ugye, aki nem tudja, egy mondatban, egy francia diáklány egyetlen estéje és halála, ami tisztázatlan, csak annyit tudunk, hogy a Dunába találták meg, de nem tudni, hogy egyáltalán fölmente a hídra, mi történt. Két olasz diák találta meg a táskáját a hídon. Tehát ez egy történet, nyolc nagy méretű képbe elmesélve. Teljesen igaz, hogy annak a bizonytalanságáról van szó, hogy mi történt, és annak a bizonytalanságáról is, hogy nem tudjuk, hogy mit látunk. Ahogy a tanítványok látták azt az embert, már az úton látták, aki csatlakozott hozzájuk, akiről kiderült számukra, hogy Jézus Krisztus, látták, de nem tudták. És bár persze profánnak tűnik az összevetés, de nem, hiszen a történetek történetek. Ebben a történetben engem visszagondolva azért, és már akkor is az érdekelt a legjobban, hogy hiába, ha ott lettünk volna tanúként, és látjuk közelről, még akkor se tudjuk, hogy mi történt. Egyrészt nem tudjuk, hogy mi zajlik le valakibe, másrészt pedig
A látvány sokszor nem csak, hogy kétértelmű, hanem sokértelmű, kiismerhetetlen. Tehát ez visszavisz egész odáig, ami a valóság ábrázolásának festői kérdése, hogy hiába van előttem ez a pohár, végül is mit látok? Mi van a fejembe? Egyáltalán hol van az a pohár? Mekkora? Például le akarom festeni, mekkora? Nem tudom. Még egy mondat erről a sorozatról, hogy nekem az volt az érzésem mindig, hogy ez a te filmes múltadból azért egy elég erős megidéződés, visszaidéződés, atavizmus, hogy te egy filmet festettél meg, amelyet tulajdonképpen te is írtál, akár le is filmezhetted volna. Volt forgatókönyve is. Igen. Nem tudok szabadulni, úgy látszik a film. A film a mai napig nagyon érdekel. Mivel lassan a beszélgetésünk végére érünk, itt az utolsó, a mostani évnek a terméséből látunk néhányat, és én akkor kénytelen vagyok megkérdezni, hogy és akkor quo vadis? Körülbelül 2 éve kezdődött az, ami egyfajta, bizonyos fokig ezeken látszik is, hogy egyfajta visszatérés is, ez a spirális visszatérés a 90-es évek legelejéhez, vagyis az a próbálkozás, de most már az azóta eltelt éveket, sőt évtizedeket bekalkulálva, az a próbálkozás, hogy a tárgyat, az ábrázolt realitást lebontsam. De nem az abstrakcióig, hanem csak addig, hogy még megtartsa a maga tökéletes intenzitását. Tehát, hogy még mindig maradjon meg az a kettőség, ami az élet intenzitása, de ugyanakkor a forma elvontsága is. Ez azt is jelenti, ezen például látszik talán, ez egy mondjuk egy buszmegálló, vagy egy hasonló helyzet verőfényben. Tehát ez ahhoz is kapcsolódik, hogy dinamikusan látunk. Az egyik módja, amit Csernus még a Hogarth-tól vett át, hogy és hát sok régi festő is, hogy a mozgást azt egy akcióval ábrázolják, vagyis a kutya fölborít egy edényt, akkor odahajol valaki, azt észreveszi, odanéz, és így tovább. Ez is egy mód. Azzal is kísérleteztem, hogy ugyanaz a figura több fázisban. Följön mondjuk az aluljáróból, elmegy bevásárolni, aztán visszajön. Csak az egész olyan őrültség tulajdonképpen, de a régi képekben azért van ilyen. Ugye Masaccio képen is, meg egyéb. Saját magával találkozik a főhős, legalább 3-szor a képen. Igen. Ez egy kicsit naív eljárás, de nem teljesen reménytelen talán, mert a film is így dolgozik, és egy képen miért ne lehetne. De az majd kiderül, hogy ezzel én tudok-e valamit kezdeni, vagy nem. Van a mozgás ábrázolásának másfajta, és a dinamizmusnak másfajta módja is, ugye, amit már a futuristák elkezdtek, ezeket is nézegettem. Mindezek még töredékek és befejezetlen kísérletek, és nem is volna szabad ezeket mutatni. Igen, ez is egy, van róla egy közelebbi kép is, például egy buszon, ugye sokat buszozok mostanában, hogy Budakeszire kiköltöztünk, és próbálom azt a dinamizmust ábrázolni, amit egy ilyen utazó társaság látványa kivált. De hát ez így elmondva olyan lapos, valójában ez a fő probléma, hogy az élet maga az egy nagyon intenzív dolog. Tehát kisugárzás, tér, eleve teret nem is látunk, csak tapasztaljuk. Tehát a képen, a két dimenzióban, hogy lehet ezt a tapasztalást visszaadni? Tehát oda kellene visszanyúlni, hogy az embernek nem azt kell ábrázolni, amit lát, hanem azt a módot, ahogy látja, és ez tulajdonképpen egy belső kép, vagyis az agyamban levő képet, de az hol van, és egyáltalán mit látok az agyamban? Tehát a dolog az őrületig fokozható, de hát vigyázni kell, hogy az ember ne őrüljön azért meg. Vigyázz magadra, légy szíves, és sok jó munkát kívánok neked. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.